Ránk rúgta az ajtót a klímaváltozás, előadást szervezett a Halasi Közéleti Asztaltársaság a kánikuláról és a vízgazdálkodásról. Az utca hangja tényleg megviselt mindenkit a hirtelen időjárás változás. Nyílt nap, bemutatókkal, koncerttel várta a diákokat a készenléti rendőrség. Változás, Jekő Attilát javasolják ügyvezetőnek a bővülő Városmenedzser Nonprofit Kft. Élére. Gyakorlatilag ekkora csövek tudtak képződni. Ez valójában mekkora kellene, hogy legyen? Hát ennek a csőnek ekkorának kell lenni, és gyakorlatilag ilyen vastagnak. A most látható felvételek idén augusztusban készültek. Ezekből is látszik, amit mindenki a saját bőrén is érzett. A kánikula, az aszály, a szárazság komoly gondokat okozott. Nem volt ez alól kivétel a mezőgazdaság sem. Nem csak arról van szó, hogy van-e folyó, vagy nincs, vagy van-e pocsolya, vagy nincs, vagy van-e talajvíz, vagy nincs, hanem hogy a víz az egy információs eszköz. Jó Lajos, a Hazai Víz Horizontalitás Program kezdeményezője mondta ezt azon az előadáson, amelynek a témája a vízutánpótlás, vízgazdálkodás, klímaváltozás volt. 8 éve működik a program, és a lényeg az, hogy azt vettem észre, hogy a vízzel kapcsolatban nagyjából olyan 150 féle tudás létezik, amelyek olyan 5-10, 20-100, 200-500 éve nem beszélnek egymással. Na most a szándékom az az volt, hogy megpróbáljam a fenntartható megoldások érdekében ezeket a tudásokat egymás mellé ültetni, és elkezdjünk olyan gondokon gondolkodni, alkotni, amelyek meghatározzák a mostani jelenünket. Nyilván a tájjal, a vízzel, az éghajlattal, gazdálkodással összefüggésben. Azt is lehet érzékelni, hogy a szárazodás, ami pedig hosszabb távon működik, vagy hosszabb távon érvényesül, a szárazodás az sokkal keményebb és sokkal nagyobb kihívás, mint az, hogy most öntözök-e két parcellát, vagy nem, vagy éppen esett az eső, vagy sem, hanem a szárazodás az az egész medencének a ebben való gondolkodásnak a tükörképe tulajdonképpen, és hát ezt a tükörképet reméljük, hogy előbb-utóbb mindenki majd a saját tükrébe, ha belenéz, akkor ezt érzékelni fogja. Kádár Imre balotaszállási gazdálkodó agrármérnök volt az egyik előadó. Sajnos ez a negyedik év, amikor a klímaváltozás nagyon ránk rúgta az ajtót. Ez a negyedik év, amikor a termés jelentős része elfagyott. 2 évvel ezelőtt, meg ebbe az évben az aszály olyan mértékbe jelentkezett, olyan mértékű változást hozott az életünkbe, a gazdálkodásba, amire nagyon nem voltunk fölkészülve. Az öntözés egy részmegoldás, és nagyon nem szerencsés arra hagyatkozni. Összetettebb, és ezt egy gazdálkodó nem is tudja megoldani. De ez térségi probléma, országos probléma, rendszer probléma. A vízgazdálkodás egész rendszerét kellene helyre tenni. Az öntözéssel mérsékelni lehet a problémát, mérsékelni lehet a egy-egy gazdálkozónak okozott kárt. Konfár Imre időjárás meghatározással, valamint gyakorlatias megoldással igyekszik minél többet segíteni a vízutánpótlást. Időjárás meghatározással foglalkozom, és mivel én a homokhátságon, Orgoványon élek, ezért a vízpótlás nagyon fontos volt már korábban is. Az elmúlt 3 évben meg a legfontosabb, mint mezőgazdaságnak, mint a többi ember számára. Eljutottunk odáig, hogy a vízpótlás lett most már az egyetlen utami megoldás. Most a Dunai árvíz, ami a héten le fog jönni, ezt próbáljuk elérni, hogy a Kiskunság több csatornájába bevezessük, és ott betároljuk, főleg felszíni, majd ezek után a talajba is próbáljuk betárolni ezt a vizet, mert ez fog egyedül valamilyen úton, módon, rövid távon megoldás irányába elbillenteni minket. A téma fontosságát jól mutatja, hogy az előadáson részt vett Bagi Bence, a Halas és környéke gazdakör elnöke is. A program szervezője, házigazdája a Halasi Közéleti Asztaltársaság volt.
Havonta egy alkalommal találkozunk, ez általában minden hónap második csütörtökje, kivéve, hogyha a témavezetőnek esetleg elfoglaltsága van. Minden év végén, ugye a decemberi egyik ilyen utolsó jellegű ülésen összeszedjük, hogy mi az, ami elmaradt ebbe az évben, mert elég nagy témabőséggel rendelkezünk, hála Istennek. Mi az, amit ebből át akarunk vinni a jövő évre, illetve természetesen mindenki tesz javaslatot, mi az, ami őt érdekli. És ugye, ha néztétek, láttátok, figyelemmel kísértétek a tuskapali lovas életéről, lovas sport beszámolójától kezdve a Kunhalmokon keresztül, ma éppen ugye a környezetvédelem, vízgazdálkodás kérdéskörre kerül napirendre, tehát hihetetlenül széles a paletta, ami a tagságnak tetszik, vagy ami éppen benne van a közéletben, hiszen valamennyit próbáltunk foglalkozni a hajléktalanság kérdésével is itt kiskolosan, ami egy feszítő probléma volt, az mind a mai napig. Tehát ami aktuális egy kicsit. Néhány nappal ezelőtt még ilyen volt az időjárás térségünkben, most viszont már egyértelműen kijelenthetjük, hozzánk is megjött az ősz. Az emberek többségét megviselte az elmúlt hónapok csapadékmentes forró időjárása. Nekem nincs még klímám, hát a ventilátorok mentek, meg rengeteg folyadékkal így át tudtam vészelni. Mennyire jó most ez a hirtelen időjárás változás? Hát ez egyáltalán nem jó számomra. Én azért vártam, hogy egy kicsit legalább még azért lesz egy szép őszünk, de ez nem igazán jó nekem. Nem tekintsük egy picit tovább, milyen lesz a tél? Enyhe lesz, vagy kemény tél lesz? Hát nem tudom. Én szerintem kemény telünk lesz. Egy forró nyár után egy nagyon hideg tél? Szerintem igen. Igen. Igen, én úgy gondolom, itt az időjárásokat nézve, hát azért már az Alpokban azért megjelent a hó, úgyhogy azért szerintem szép kemény telünk lesz. Mások viszont úgy vélik, a korábbi évekhez hasonlóan az idei tél sem lesz túlzottan fagyos. Szerintem enyhe tél lesz. Havazás lesz idén? Minden évben várjuk, de alig van, úgyhogy nem biztos. Most ez a hirtelen változás jól jött már? Is. Azért hirtelen változás. Az ember nem tudja, hogy öltözzön vastagabban, jacket, akármit fölvenni. Még tegnap rövid ujjúba voltam. Jelen pillanatban is látható, hogy kézi mérő szerkezettel 4 mm csapadék hullott. Na, van egy másik berendezésem is, ami ugye rögzíti is a csapadék adatokat. Ezt minden nap meg szoktam nézni, hogy mennyi csapadék hullik. Gyenizse László folyamatosan nyomon követi az időjárás alakulását. Azt mondja, jó a csapadék, de sajnos nagyon későn érkezett. Hamarabb kellett volna, hogy jöjjön az eső. Ez idáig itt a város három helyén mérjük a csapadékot. Én itt 210-et, valahol 230-at, 245-öt mértek, de ez nagyon kevés. Tenyész időszakban itt a 300 mm-nek legalább le kellett volna hullani, mert hogy átlagban ezen a vidéken 500-550 mm-nek kellene leesni. Tehát ez az eső most, hát azt mondom, 24. órában jött, de már ugye a gabonáknak egy részét, ugye az, akár az őszi árpát, a rozsot, az olajretket már talajba kellene tudni, és ugye száraz talajba, úgymond porba vetettek az emberek. Nekem a birtokomon felszedtem a burgonyát, és a burgonya a földemen nem nőtt ki egy szem gas se. Tehát ami azt jelenti, hogy annyira száraz volt a talaj, hogy a csírázó képességét még a gyomnövény se tudta elérni. Tehát ez rendkívüli szárazság volt. Azt lehet mondani, hogy a 35 és a 40 fok közötti hőmérséklet volt jellemző itt augusztusban, legalább 15-20 napon keresztül, ami nagy mértékben csökkentette a talaj vízkészletét. Hogy milyen lesz az idei tél, azt előre megmondani persze lehetetlen, de a szakemberek a legjobbakban bíznak. Remélnénk, hogy jöjjön egy csapadékosabb ősz és egy hidegebb tél, mert az elmúlt években ugye hó nélkül voltunk, hidegek nem voltak, azt lehet mondani, hogy decemberben is azt lehet mondani, hogy rövid nadrágba lehetett volna járni. Tehát kellene a hideg, kellene a hó, kellene a úgymond nem a mediterrán éghajlat kellene, ami most már jellemző ránk, hogy a banánfa, a fügefa az nagyon szépen virágzik, vagy terem is, meg minden, de azt mondjuk, hogy a szöllő
lehetséges, hogy kiszárad, mert olyan mélyen nincs csapadék, a szőlő se tudja fölvenni, és ugye nagyon sok gazda azon gondolkodik, hogy megszabadul a termesztéstől, eladja a földjét, és nem termel. Jekő Attilát javasolják ügyvezetőnek a bővülő Városmenedzser Nonprofit Kft. Élére. Szeptember 12-én felkerült Kiskunhalas város honlapjára a következő önkormányzati testületi ülés napirendi tervezete. A testület 41 napirendi pontot vitat majd meg. A 10. és a 11. napirendi pontokban a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft.-t érintően terjesztenek a testület elé szervezeti és személyi változásokat. Október 1-jei hatállyal Jekő Attilát javasolják a társaság ügyvezetőjének. A társaságot 2025. január 1-től a Halas Termák Kft.-vel kívánják bővíteni. Sok más téma mellett döntést szeptember 19-én, a jövő héten csütörtökön hoz erről Kiskunhalas város önkormányzati képviselőtestülete. A készenléti rendőrség zenekara fogadta a nyílt napra érkező diákokat. Közel 300 fiatalt vártak a Mártírok útján található bázisra. A megjelenteket Béres István alezredes köszöntötte. És ezt a mai napot pályaorientációs nyílt napnak szántuk, azért, hogy fölkeltsük az érdeklődésüket, a már egyébként meglévő érdeklődésüket, a rendőrség és a rendőri hivatás iránt. A készenléti rendőrség osztályvezetője elmondta, vannak olyan kollégái, akik éppen egy ilyen rendezvényen kaptak kedvet a rendőri hivatáshoz. Azok a középiskolák fogadták el a meghívásunkat Bács megyébe, akik rendészeti fakultációt tartanak az intézményekbe, és leginkább rendészeti fakultációra járó diákok jöttek, akikben már eleve megvan az elképzelés egy ilyen pálya iránt, de ezzel most próbálunk még ráerősíteni, és remélhetőleg az itt megjelent 300 diákból nagyon sokat fogunk pár év múlva kollégaként üdvözölni itt ebbe az épületbe. Arra próbáltunk rámenni, hogy a különböző bemutatók között sem legyen üres járat, és ne legyen unatkozás, és igen, a fiatalok érdeklődését fölkelteni ezzel is, hiszen ők szeretik a zenét, ebbe telnek a mindennapjaik. A zenekar így gyakorlatilag egy ilyen színes színfolt. A terrorelhárítási központot és egyéb más egységeket, például a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságot azért hívtuk meg, mert nem csak az a célunk a toborzással, hogy a készenléti rendőrség állományát növeljük, hanem egyáltalán a magyar rendőrség állományát növeljük, hiszen bárhová is kerül egy-egy kollega, az segítség nekünk és segítség mindenki másnak is. A tapasztalatok jók, több olyan kollégánk, most már nevezhetem őket kollégának, akik jelenleg rendőrszakközépiskolába járnak, és a rendőri hivatást választották, ők egy-egy ilyen rendezvényen, vagy egyébként egy ilyen toborzási eseményen látták meg, és döntötték el, hogy ezt a hivatást, ezt a foglalkozást válasszák. Nézd meg talán a súlykülönbséget is, az AK. Az AMD között, hogy mennyivel nehezebb az a... Kicsit nehezebb, igen. Pótári Dorián a Szilárd János Református Gimnáziumból érkezett a nyílt napra. Igazából azért, hogy már fegyverek megfogtak az érdeklődési körük, meg hogy érdekeltek a fegyverek, mert nagyon szeretem a fegyvereket, meg a rendőrség dolgot, és ezért is jöttem el ide. De inkább a tekhez még lesz szívesebben még bekerülni, és ott dolgozni így hára lévő ületembe. Ma a fegyverek foglalkoztatnak leginkább. Többek között kutyás bemutató is színesítette a nyílt napot. Többen konkrét elképzelésekkel érkeztek a programra. Mikhel Krisztina is közéjük tartozik. Kiskunházzal érkeztünk, és nagyon sok új dolgot láttunk, amit például eddig nem. Nagyon sok rendőr bemutatón voltunk már eddig, de most
Most ez a lövöldözés is nagyon jó volt, és nagyon tetszenek. Rendészetem vagyok egyébként. Én Kalocsán szeretnék nagyon a női börtönben dolgozni későbbiekben. Úgyhogy remélem majd összejön. A nyílt napon az egyik legnagyobb sikere a terrorelhárítási központ standjának volt. A diákoknak tetszett még a hagyományőrző rendőrszázad bemutatkozása is. A szervezet a 80-as, 90-es években rendszeresített egyenruhákat, járműveket hozott magával. Autómentes nap, bringás reggeli, kerékpártúrák és séta. Minden napra jut program szeptember 16-a és 22-e között. Kiskunhalas idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. A hét nyitányaként szeptember 16-án hétfőn Zsanára lesz bringatúra, indulás 16:30 a Sétál utcai közösségek házától. Kedden reggel 6:30-tól bringás reggeli kakaós csiga várja a főtéren a kerékpárral közlekedőket. Szerda délután a Csetényi élményparkba várják azokat, akik szeretik a természetet. Szeptember 19-én csütörtökön az Európai Autómentes Napon délelőtt 9 órától játékok, vetélkedők lesznek a főtéren. A világbajnok Halápi Sándor velocipéd bemutatót tart. Szeptember 19-én a közösségi közlekedés népszerűsítése érdekében díjmentesen lehet utazni a halas busz helyi járatain. Pénteken Harkakötönybe indul kerékpártúra, szombaton Kiskörös Kiskunhalas Bicajos találkozó lesz, a mobilitási hét zárónapján vasárnap pedig a kritikus kerékpáros kereszteződésekre hívják fel a figyelmet egy kerékpáros túra keretében. A Halasi Városmenedzser Kft. És a programot segítő partnerei mindenkit várnak a mobilitási hét programjaira.